Sajó Bábony, 2017. december 23. Advent 4. hétvégéje. A hitet, a reményt és az örömet szimbolizáló gyertyafények után most a szeretet lángjának kell fellobbannia az adventi koszorún. Sajó Bábonyban is nagy a készülődés ez alkalomból, hiszen az esemény már csak karnyújtásnyira van. Az utolsó adventi hétvégén a tájház udvarán felállított adventi koszorú 4. gyertyájának meggyújtásához ez éven is a helyi egyházak készültek műsorral. Földi létünk talán egyik legfontosabb célja, hogy ünnepet szervezhessünk magunknak és egymásnak. Életünk apróbb győzelmeit közösen együtt kell ünnepelnünk. Az ünnepek erősítik hitünket, összetartozásunkat, közösségünket. Gyújtsunk fényt, mondjunk igent az életre, a szeretetre. Rendezzünk örömteli, tiszta ünnepeket. Ezek az ünnepek az élet forrásai lehetnek, szaporodó gyümölcsük életet hozhat. Jó lesz látni, hogy a kis összefogásunkból hogyan kezd épülni, bontakozni a holnapunk. A karácsony az Isten látás ünnepe. De még az utolsó adventi napokban is oly sok minden vonja el a figyelmünket a lényegről, a gyermekről, az igazi világosságról. Ne engedjünk a csábításnak. Lépjünk be hittel a betlehemi barlangba, és lássunk. Hallgassunk az isteni küldöttekre, ismerjük fel az isteni jeleket, szívleljük meg Isten üzenetét. Lépjünk be, és lássunk. Amikor a 4. gyertya lángja is felragyog, eszünkbe juthat a napkeleti bölcseket vezető betlehemi csillag ragyogása. Advent 4. gyertyájának lángja a szeretetet hozza a világba. Tehát, ha már mindegyik gyertya ég, az azt jelenti, hogy elérkezett a karácsony. Boldogan ünnepelhetjük Jézus Krisztus születését és a nekünk adott végtelen szeretetet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Sajó Bábonyjal, tisztelt képviselőtestületi tagok, tisztelt polgármester úr, egyházak képviselői, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, titeket itt a tájház udvarán, a 4. adventi gyertya meggyújtása alkalmával. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal eljöttetek erre a mai alkalomra. A mai alkalom kapcsán a római katolikus, a református és a görög katolikus egyházak lesznek a közreműködők, azaz a Sajó Bábonyban működő egyházak. Felkérem Lipcsák János atyát, római katolikus plébániai kormányzót, Bányiné Varga Erzsébet református lelkipásztort és dr. Szarka János görög katolikus parokus atyát, hogy gyújtsák meg a 4. adventi gyertyát. Szép karácsony, vezesd a tájon, fáradt vándor utat találjon.
Tisztelt egybegyűjtek! Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban! Advent 4. vasárnapján vagyunk együtt. Még néhány óra, és itt lesz Szenteste, és utána karácsony. Itt volt a készülődés, lelkiekben és testiekben is. Nagy Tamarát hallottuk az ő énekében, dicsőítve mindazt, ami a karácsonyt jelképezi. Miért is született? Miért születtem? Egyszerűnek születtem, mondja Jézus, hogy le tudj mondani önmagadról. Szegényen születtem, hogy megtalálhassd bennem a legnagyobb gazdagságot. Kicsinnek születtem, hogy te se akarj uralkodni másokon. Istállóban születtem, hogy megtanulj megszentelni minden helyet. Vagy barlangban születtem, hogy minden jó akaratú ember közeledhessen én felém, hozzám, mondja Jézus. Gyengének születtem, hogy te soha ne félj tőlem. Bíz mindenkor az én jóságomban. Szeretetből születtem, hogy soha se kételkedj szeretetemben. Ének idején születtem, hogy elhidd minden földi valóságot, képes vagyok megvilágítani. Emberként születtem, hogy soha se szégyeld magad azért, aki vagy, aki benned a hitet adta, a reménysége és az örömet. Mert a hit mindig ott munkálkodik az emberi szívben. József fogadta fiaként, hogy megértsd, igazi apa az, aki védelmet, szeretetet nyújt a gyermekeinek. Egyszerűségben születtem, hogy te se légy bonyolult. Megalázottan születtem, hogy képes légy fölülmúlni magadban mindazt, ami az életedben van. A szeretet tudjon erőt adni, ne csak most az ünnepekben, ne csak ebben a pár napban, hanem egy életen keresztül. A szeretet tudja mozgósítani minden embernek a szívét. Amikor összegyűltök családok, barátok, gondoljatok arra, mit jelentett és mit jelent számotokra, hogy Jézus Krisztus földre jött, értünk jött, és együtt lehetünk, mert a család mindennél fontosabb. A család erőt tudott adni minden időben, és ma is erőt ad. És meglátjuk, hogy Jézus Krisztus mindenkor közel volt, és közel van a mi szívünkhöz. Hogy bizadalomunk lehet mindenkor az ő jelenlétében. Mert ő mindannyiunkhoz született egykor, hogy mindannyian együtt térhessünk vissza ahhoz az atyához. Én kívánom mindenkinek, hogy olyan békés karácsony legyen, mind a családban, mind a gyülekezetekben, amelyet elhozott eddig is az Úr Jézus Krisztus a mennyei atya által, és ezt teszi meg ezen az ünnepen is. Hogy az a fény, amely most a gyertya lángjában világít, az mindörökké megmaradhasson a szívünkben. És boldogság és reménység maradhasson meg. Köszönöm. Amen. Oh,
Krisztusban, kedves Sajó Bábonyi testvérek! A kis Jézus már az ajtónkon kopog. Holnap a délelőtti liturgiával felolvassuk Máté evangéliumából a genealógiát. Felsoroljuk a neveket, azt a 42-t, hogy a végtelen Isten Ábrahámnak megígérve Ábrahámtól, milyen ősökön keresztül köszön be hozzánk. Jön el majd este, ugyancsak a templomba, látjuk, szemléljük, hogy ott van a szúrószalmán, élete végén pedig a
Golgotán megmutatja, hogy hogyan szeret minket áldozatosan. És azt üzeni nekünk az ő áldozatos szeretetével, ezt kéri tőlünk karácsonykor is, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Hát ebben van hiányosság, úgy gondolom, sajóbávonyi családokban is. Pár évtizeddel ezelőtt Szakonyi Károly írt egy szép komédiát, nagyon fején találja a szöget, az a címe, hogy az adáshiba, azóta is játsszák a színházakba. Egy születésnapi estéről szól ez a darab, összejön a boldog család, de a születésnap igazából a tévé körül forog. Mindenki csak tévét néz, azzal van elfoglalva. Mondja a magáit, nem figyel oda a másikra. Megérkezik az idősebb fiú feleségével, meg a szomszédból a Béna Szűcs. Leülnek a tévé előtt, és mi lesz a műsor, és egymás ellen mondják a magukét. A nagymama, vagy az édesanya halat, bort, süteményt készített a gazdag asztalra, hogy a családi összetartozás oltárán áldozzanak ezzel is. A férj szidja, hogy miért halat készített, nem lehet nyugodtan nézni ezt a tévét. Aztán megjön a fiatal a fiú, előtte éppen a szülők azon vitatkoztak, hogy most 19 vagy 18 éves, ezt se tudták pontosan. És hoz magával egy fiatalembert, 33 éves, szakállas, krisztusi módon beszél, a tanítása is olyan, nem nagyon figyelnek rá. De az űrzavarban még egy csodát is tesz, egészségessé teszi a Béna Szűcsöt. Szűcs ugrál, maga sem, meg senki nem veszi észre, hogy meggyógyult. Az a tanúság, hogy itt már a csoda se segít. Hát karácsony szent ünnepe közeledik. Jézus azt kéri, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket, figyeljünk egymásra. Másikkal is törődjünk. A férj, feleség ne csak kritizálja egymást, hanem tudja megdicsérni is. Szülők, nagyszülők úgy szeressék az unokájukat, hogy az Krisztusnak is tetszen. Ne csak ők próbálják nevelni. Legjobb, ha oda vezetik Krisztushoz. Ő olyan eredményeket is el tud érni, amit mi emberi erővel nem vagyunk képesek. Hát azt kívánom, karácsony ünnepén a szeretetben gazdag Isten mindannyiunkkal éreztesse meg a szeretet örömét. Boldog ünnepeket kívánok! Szeretettel, hadd legyünk testvéri szívvel.
Nagy tiszteletű lelkészasszony, tisztelt polgármester úr, kedves Sajó bábonyiak, Istennek kis és nagy gyermekei, hálátlan feladat az enyém, ha búcsúra csak pár ember figyel, mondja a sláger is, utolsóként mindig nehéz megszólalni, főleg azért, mert annyi szépet, annyi okosat hallottam az előttem szólóktól. Így én egy kicsit most szentimentális lennék, ha megengedik nekem. Már negyedik éve járok ide Sajó bábonyba, ezekre az adventi gyertyagyújtásokra, lassan leérettségizhetek 4 év után, és olyan jó itt lenni. És hát így 4 év után úgy visszatekintve 2 élményt szeretnék önökkel így karácsony közeledtével megosztani. Az egyik élményem az most advent egyik hajnalán volt. A hajnali szentmise után odajött hozzám az egyik óvodáskorú minisztráns fiú, rám néz nagy szemekkel, és azt mondja, János atya, te hogy bírsz felkelni ilyen korán? Mondom, itt van velem szemben, visszakérdezek. Zalán, te hogy bírtál felkelni ilyen korán? Ja, tudod, nekem ott van anya, ő felébreszt, de a tiédet még egyszer se láttam. Ez az adventi koszorú a maga gyertyáival, adventnek a jelképei, azok mind-mind ezt a célt szolgálják, hogy olyan szeretetteljes határozottsággal ébrezgessék egy kicsit a lelkünket, mint ahogy csak egy édesanya tudja. Szeretettel simogatva, csöndesen a gyermeke fülébe súgva, de mégis határozottan. Ébreszti reggel, mert kelni kell. Na de miért van szükségünk ilyen ébresztgetésre advent során? Ehhez kapcsolódna másik személyes élményem. Az körülbelül 1 év miskolci ittlét után ért, van egy bérmalányom az előző állomás helyemen Mezőkövesden, és hát a feladataim úgy hozták, hogy gyakran kell Egerbe utaznom, és én mindig összekötöttem a kettőt, rájuk telefonáltam, figyelj, meglátogatnálak, mert megyek Egerbe. És ez így ment egy évig, másfél évig, és egy olyan másfél év után rám nézett, és láttam, hogy valami baja van. Mondom, mi bánt? Tudod, mióta elkerültél innen, még egyszer sem jöttél el hozzánk. Mondom, mit itt állt el, lány? Hát most is itt vagyok. Itt vagy, de nem hozzánk jöttél. És igaza volt. Én soha nem hozzájuk indultam el. Más volt az úti célom, csak átfutottam rajtuk. Csak összefutottam velük. Nagyon könnyen válik ilyenné a karácsonyunk.
hogy nem ez a célunk, a találkozás az élő Istennel, aki emberré lett, és a találkozás egymással, hanem úgy a részletek válnak céllá, és a cél pedig úgy elsikkad. Amikor elindultunk advent elején, akkor ki vagy mi volt a célunk? Talán föltehetjük magunknak mindannyian ezt a kérdést. Kivel is lehet találkozni úgy igazán karácsony éjszakáján? Olyan már sokszor előfordult a történelem során, hogy egy gyermekből király lett. Mert úgy hozta a szükség, a családi helyzet, de olyan csak egyszer volt, hogy egy királyból gyermek. A mindenség urából, a mindenség királyából gyermek lett, és kiféle egy gyermektől, egy csecsemőtől? Senki. Merjünk vele találkozni, merjünk vele együtt lenni. Merjünk ne csak összefutni az Istennel, és ne csak összefutni a férjeddel, a feleségeddel, a gyermekeiddel karácsony éjszakáján, hanem találkozzon a lélek a lélekkel. Ferenc pápa mondta magyar püspököknek ad limina apostolorum látogatáson, hogy keletről jön a lux, a fény, nyugatról a luxus. Mi a különbség a kettő között? Legegyszerűbben úgy tudnám meghatározni, hogy ott van az a reflektor, az a luxus. Tudom, hogy szükség van rá, nem azért mondom. És itt van ez a pislákoló gyertya, ez a lux, a fény. Az egyik hideg. Hiába ad nagyobb fényt, valahogy abba nem esik jó belenézni, az nem vonz. Melyiket választanánk? Ugye, hogy a pislákoló gyertyát? Válasszuk a fényt. Válasszuk az igazi karácsonyt, válasszuk a találkozás örömét, boldog karácsonyt, Sajó Bábony. Táncos Katalin, az én mi atyánkom. Mikor a szíved már csordultig tele, mikor nem csönget rád soha senki se, mikor sötét felhő borul életedre, mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe. Ó, lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, reményteljesen, s fohászkodj. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Mikor a magányod ijesztően rád szakad, mikor kérdésedre választ a csend nem ad, mikor körülvesz a durva szók özöne, átkozódik a rossz, merre van Istene? Ó, lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele, nézz fel a magasba, és hittel rebegd! Uram, szenteltessék meg a te neved! Mikor mindenfelől forrong a nagyvilág, mikor elnyomásban szenved az igazság, mikor elszabadul a pokol a földre, népek homlokára Káin bélyege van sütve. Ó, lélek, ne csüggedj, ne törjél bele, nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog, s kérd, Uram, jöjjön el a te országod. Mikor beléd sajdul a rideg valóság, mikor életednek nem látod a hasznát, mikor magad kínlódsz, láztól meggyötörve, hisz bajban nincs barát, ki veled törődne. Ó, lélek, ne csüggedj, ne keseredj bele, nézz fel a magasba, s hajtsd meg a homlokod, s mondd, Uram, legyen meg a te akaratod. Mikor a kisember fillérekben számol, mikor a drágaság az idegekben táncol, mikor a gazdag milliót költ, hogy éljen, s millió szegény a nincstől hal éhen. Ó, lélek, ne csüggedj, ne roskadj bele, nézz fel a magasba, tedd össze két kezed, s kérd, Uram, add meg a napi kenyerünket. Mikor életedbe lassan belefáradsz,
mikor hited gyöngül, sőt, ellene támadsz, mikor, hogy imádkozz, nincs kedved sem erőd, minden lázad benned, hogy tagadd meg őt. Ó, lélek, ne csüggedj, ne egyezz bele, nézz fel a magasba, s hívd Istenedet. Uram, segíts, s bocsásd meg vétkeimet. Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, munkád elismerik, lakást is szereznek, mikor verítékig hajszoltad magadat, s később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak. Ó, lélek, ne csüggedj, ne es kétségbe, nézz fel a magasba, sírd el teremtődnek. Uram, megbocsátok az ellenem vétkezőknek. Mikor a nagy hatalmak a békét tárgyalják, s a béke sehol, csak egymást gyilkolják. Mikor a népeket a vesztükbe hajtják, azt kérdett, miért tűröd ezt, Istenem, mi atyánk? Ó, lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, s könyörögve szólj. Lelkünket kikérte a rossz. Támad, tombol, Uram, ments meg a kísértéstől, ments meg a gonosztól. Amen. Utóhang. És akkor szólt a mester kemény szelíden, távol sátán, szűnj vihar, béke, szeretet és csend legyen. Miért féltek ti, kicsiny hitűek? Bízzatok, hiszen én megígértem nektek, pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek. Hűséges kisnyájam, én pásztorotok vagyok, s a végső időkig veletek maradok. Amen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon szépen köszönjük az egyházaknak a közreműködést, hogy emelték ünnepünk fényét. Most pedig megkérném dr. Szilva István urat, Sajóbábonyváros polgármesterét, és Jelt Sándor urat, a Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy fáradjanak ide a díjátadáshoz. Hölgyeim és Uraim, köszöntök mindenkit, áldott adventi ünnepet kívánok mindenkinek. Nagyon nehéz megszólalni ezután a lélekemelő műsor után. Szeretném megköszönni minden közreműködőnek ezt az élményt. Hölgyeim és Uraim, a napokban az önkormányzatunk Településfejlesztési Bizottsága esti bejárást szervezett Sajóbábony területére. Örömmel állapítottuk meg, hogy településünkön nagyon sokan karácsonyi világítást telepítettek otthonukra, és ezzel emelték Sajóbábony fényét is. Nem csak az önmaguk igényét elégítették ki ezáltal, hanem azoknak a lelkébe is fényt varázsoltak, akik betévednek ebbe a városba, akik vendégként érkeznek, vagy lakótársaink szívében is. Úgy gondoltuk, hogy szeretnénk ezt valamilyen módon megköszönni, meghálálni ezeknek az embereknek, és igyekeztünk minden település részről kiválasztani néhányat, és ezzel is kifejezni hálánkat azért, hogy emelték az ünnep fényét. Én szeretném most felsorolni a neveket. Kiértesítettünk mindenkit, aki érintett ebben az ügyben. Kérem, hogy fáradjanak közelebb, és névsor szerint fogjuk őket szólítani. Elsőként Bálint Ferenc urat hívnám. Kossuth Lajos úti családi házat díszítette ki. Gratulálok neki, és kellemes ünnepeket kívánok. Köszönöm szépen. Gasparics Ferencné, Ady Endre utca. Gazza Lajos, Kossuth út. Gratulálom nektek is. Germuskáné Tőzsér Enikőt kérem, ha itt van, akkor fáradjon ide.
Úgy látom, ő nincs itt, eljutatjuk neki az ajándékot. Hécei Gyuláné, Arany János út. Ő az erkélyét díszítette fel nagyon szépen. Úgy látom, ő sincs itt. Herbák Gyula, szintén Arany János út. Gratulálunk, nagyon szép volt az erkély. Kazai László, Hadi Endre út, 5 szám, családi házát díszítette fel. Kerekes Krisztián, Kossuth út, 72. Kokas Istvánné évről évre nagyon szépen kidíszíti az erkélyét, és most is így történt. Koterlán György, szintén erkély. Úgy látom a feleségem. Gratulálok. Jelenes. Csodálatos volt az erkély. Még egy erkély következik. Kulcsárné Varó Margó, Erzsébet királyné, 1 szám. Nincs itt, neki is eljuttatjuk valahogy az ajándékot. Családi ház, következik Lakatos László barátunk, Jókai út, 7 szám. Laci valami űrprojektben is részt vett, mert szerintem azt a Marsról is lehet látni. Gratulálok! Pálinkó György, Kossuth út. Szilárd, Ari út. Az Ari út kitett magáért. Itt van. Nem látom, akkor eljutatjuk hozzá az ajándékot. Semsejni, Kovács Anita, Vörös Marti út, 13. Simon Zoltán, Kossuth út. Pedig ő is évről évre szépen kidíszíti az otthonát, de úgy látom nem jött el, se baj, átadjuk neki máshol. Schuller István, Deák Ferenc út 5. Szabó János, Erkel Ferenc út 11. Erkély. Nincs itt. Szűcs János, Kossuth út 28. Ő sem jött el. Tóth István, Gárdonyi út 5 szám. Ő sincs itt. Akkor Hozár Lászlót szólítom, őt úgy látom. Itt van Ady Endre út 33. Hozárné, Gizike, ismét gratulálok. Kellemes. Karácsony. És a fia Hozár Zsolt, Kossuth út.
És az utolsó név, Zsíros Zoltán, Gárdonyi út 8 szám. Köszönjük szépen mindenkinek még egyszer. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok mindenkinek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A munkatársainkkal előkészítettünk önöknek egy kis szeretett vendégséget, így várjuk önöket egy kis kötetlen beszélgetésre és a szokásos forró tea, forralból és pogácsa fogyasztásra. Kívánok mindenkinek egyúttal áldott boldog karácsonyt és nagyon sikeres 2018 évet. Köszönöm a figyelmet! Karácsonyra készülünk mind. Gyertyák égnek, advent szerint. Negyedik gyertya ég csonkig. Jászolban Jézus érkezik. Mindenki várja, megnyílik. Boldogság szívekben izzik. Szent karácsonynak éjjelén a szeretet hozzád is elér. Bármilyen kőből van szíve, megérinti bűnös kezed. A csend lelkedben megremeg. Hát nem tudod, az ő keze tart meg. Jöjjön hát el, Szent Karácsony, emberek, felkészüljetek. Hogyha jő megváltó nektek, megtisztulva lelketekben, legyetek újra gyermekek, ártatlan legyen szívetek. Nézz tükörbe végre bele, lásd, ott van angyalod keze, védőn látod, Isten szemmel, hogy milyen szép is az ember. Tiszta szívvel, igaz hittel, csordultig telt szeretettel. Istenem, jó most veled megpihenni, jóságoddal melegedni, kínkeservet elfeledni, szeretetedben megfürödni, igazán embernek lenni, és kegyelmedben részesülni. A világot is kedvelni, ünnepelve, elé menni, gyűlöletet eltemetni, gonoszt pokolra küldeni, szeretetben megmártózni Istent s az embert szeret.